egy kellemes reggelivel indította az idei szezonját a Nyíregyházi Rotary Klub szeptember 4-én a Central Hotelben, ahol visszatekintettek az elmúlt évre, majd átbeszélték a következő időszakra vonatkozó terveiket is. Dr. Pénzes Marian, a klub új elnöke részletezte, milyen olyan programokat folytatnak, melyek már több éve a szervezet életének részét képezik, és mik azok az új ötletek, melyekre számítani lehet majd a mostani időszakban. Nagyon sok programot fogunk indítani, ezek egy része már évek óta futnak. Ilyen a Talentum, ilyen az ifjúságot segítő cserediák program, vagy a hátrányos helyzetű, vagy fogyatékos gyerekeket nevelő intézményekkel való együttműködés. De indítunk olyan programokat, illetve folytatunk pontosabban, hiszen az előző elnök asszony indította el. Ez a Fabatka program az egyik, ami a Vécsei Általános Iskolában indult, az értő olvasás segítő program, helyi gyűjtésű mesekönyveket használnak föl, és a Nyíregyházi Egyetem óvó és tanító képző intézetével működünk együtt, tehát ők segítik az értékelést. Mesepedagógiai eszközöket használnak, és a gyerekeket jutalmazzuk természetesen az év végén. A másik program az Eletó projekt, amit a Veselényi Szakközépiskola nyert tulajdonképpen egy nemzetközi rotari pályázaton. Ez egy speciális környezetvédelmi pályázat, vagy program, amihez a rotari nem csak pénzbeni, hanem szakmai segítséget nyújt, és több vállalkozó is segít ennek a projektnek a megvalósítását. Az az érdekes, hogy ez az Eletó, még nyíregyháziak sem nagyon tudnak róla. Ez tulajdonképpen egy kis mocsárszerű valami most az iskola mellett, de az álmok, ha megvalósulnak, akkor valóban egy tanúsvény, illetve élmény biológia óráknak fog helyszínt adni. Tehát valószínűleg ezek több éven átnyúló programok. Amit most indítunk, most készítünk elő, tehát tulajdonképpen előkészítési fázisban van. Ez a My Body is My Body angol nevet viselő, egyenlőre angol nevet viselő program, ami a szexuális abúzus, vagy egyáltalán a bántalmazás megelőzését és hatékony kezelését szolgálja. A My Body is My Body projektet a Tündérkert óvodával kezdték el megalapozni. Célja, hogy a társadalomban kellő hangsúlyt kapjon ez a probléma, és azok a felnőttek, óvónők, pedagógusok, akik gyermekekkel kapcsolatba kerülnek, tudják ezeket a helyzeteket kezelni és segíthessenek. Ez egy olyan nemzetközi program, mely már 26 nyelven fut, és majd a fiatalokat is szeretnék vele megszólítani. A Rotary az említetteken túl más tervekkel is készült. Vannak még természetesen programok, ilyen nemzetközi program, vagy a polió elleni kampány, ami nyilván még azt gondolom, hogy néhány évig folyni fog, hiszen azt látjuk, hogy a háborúk azok újra fellángolják, vagy fellángolóvá teszik ezeket a járványos betegségeket, és hiába gondoltuk azt, hogy a polió tulajdonképpen lassan megszűnik a világban, ugye a járványos gyermekbénulásról beszélünk, itt talán többen ismerik. Ha nincs minden gyerek beoltva, akkor a veszély ott van, hogy újabb világjárvány alakulhat ki. Ehhez a Nemzetközi Rotary és természetesen a Nyíregyházi Rotary Klub is mindent megtesz, hogy saját erőforrásaival segítsen ennek a megelőzését. A Rotary Klub a hagyományos ünnepi programjait is megtartja. A húsvét, a Mikulás, a karácsonyi és gyermeknapi játékok az előző évekhez hasonlóan megmaradnak. Azt még megtudtuk, a Fabatka program, melyet az elnök is említett, nagyon fontos része a Rotarynak. A projektről Veres László, a Nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskola Vécsei Károly tagintézményének igazgatója beszélt. Elmondta, először 2023-ban keresték fel az intézményt erre a programra, melynek kidolgozási folyamatairól is beszámolt az igazgató. A folyamat kidolgozása 2-3 hónapot vett igénybe, és aztán így március környékén, 24 márciusában meg is kezdődött a érdemi munka. Először is a Rotary könyveket, mesekönyveket juttatott ki az intézménybe, természetesen ezeket díjmentesen bocsátotta a tanulók rendelkezésére. Megyénkben 3 nagyszerű mesekönyvgyűjtemény is megíródott az elmúlt időszakban, vagy megszerkesztésre került az elmúlt időszakban, mind a 3-ból kaptunk. A szakmai stáb meghatározta, hogy melyik mesekönyvet dolgozzák fel a gyerekek. A feldolgozás során feladatlapot kaptak, amely feladatlapot az egyetem hallgatói készítették elő, majd aztán ők is javították ki. A gyerekek nagyon élvezték a munkát. Ugye az elsődleges cél az olvasóvá nevelés, a másodlagos cél, és ami ugyanilyen fontos, az pedig a szövegértés javítása. Az olvasni tudás és a szövegértve olvasni tudás, az tulajdonképpen egy
óriási feladat ezeket megtanítani az általános iskolában. Ma már egyre kevesebbet olvasnak a gyerekek, egyre kevésbé szeretnek olvasni, és hát ezért léptünk be ebbe a programba. Tulajdonképpen pilot jelleggel mi vagyunk az elsők, akiknél ezt kipróbálták. Az igazgató szerint jól fog működni ez a projekt, tekintve, hogy eddig csak jó tapasztalataik voltak. A gyermekeket jutalomban is részesítették, voltak a múzeumfaluban és az állatkertben is. Természetesen a program még formálódik, ugyanis a tapasztalatoknak megfelelően fognak változtatni olyan területeken, melyeknél az szükséges. A Rotary tehát ismét egy izgalmas időszak elé néz, melyre alaposan felkészülnek.